Jó áraiknak, vevőik elégedettségének és a befektetett munkának köszönheti a Bonyhádi Italdiszkont az évboltja szakmai elismerést az üzletvezetője szerint. Ebből kifolyólag tovább fűzzük a szálakat, hogy lépünk, újítunk, új beruházásokat tervezünk, amiket majd önök, a kedves vásárlók is fognak látni. A céljaink ezzel az, hogy még több vásárlót szerezzünk, és a Bonyhád város, illetve környékbe, akár Tolna megye vásárlóközönségét még ide csábítsuk a boltunkba. Ezt másképp nem tudjuk elérni, mint meglévő jó árainkkal, illetve nem ár emelésekkel, hanem inkább akciókkal, árcsökkentésekkel. Reméljük, ezt tudjuk tartani. Az üzlet még hosszú hónapokig visszaváltási díjmentes terméket is tud szolgáltatni vevőinek, főként sörök, ásványvizek és üdítők tekintetében. Mint tudjuk, országos szinten a DRSD bevezetésre került az egydecistől, ha jól tudom, akkor a 3 literes termékekig minden egyes termékre ezentúl majd 50 forint kiszabásra kerül, ami ugye egy árdrágító tényező, és ezt kiküszöbölve gondoltuk azt, hogy ha mi bevásárolunk ezekből a termékekből, akkor következő hónapokig ezt a terhet magunkra tudjuk vállalni, illetve a vevőknek nem kell cibálni a zsákszámra a dobozokat az automatákhoz, ami most az üzletünkben is rendelkezésre áll, és el is kezdték szeretni, mert lesznek kötelező kényszerek, hiszen már most július 1-től nem is jöhet ki olyan üdítő, olyan sör a gyárakból, ami ne terhelni már az 50 forintos díj. A bolt a kezdetektől lépésről lépésre haladt és bővült. A vevők visszajelzései alapján alakítják áraikat és beszerzéseiket. Rá kellett jönni erre a sok év alatt, hogy nekünk első körben nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jó vevőink voltak és anyagilag erősek, de most sajnos be kell lépnünk abba a körbe, hogy akár Aldi, Lidl árak alatt áruljunk tartósan, hosszan, úgyhogy nagyon szépen kérem azokat a vevőket, akik még nem jártak nálunk, hogy jöjjenek el hozzánk, mert nyugodtan mondhatom azt, hogy ha kartonos vásárlást vagy kicsit nagyobb tétele vásárolnak, akkor nálunk jobban járhatnak. Nem minden esetben, de többnyire azon törekszünk, és hogyha valami nem tetszik, akkor kérem jelezzék, mert amint tudunk, még változtatunk a siker érdekében. A vállalkozás célja, hogy 2025-re a régió egyik legerősebb italdiszkontja legyen.